Üdv mindenkinek, Ronin vagyok, ez pedig itt a Seven... Seven Days? Dehogy is, ez itt a Skyrim 11. epizódja. Az előző részben utaztunk éjszakon, utaztunk délen, és eljöttünk egészen Iversteadig, Steed, mindegy, hogy fölmásszunk oda. Hi, Hrothgar. Körülbelül 7000 lépcső lesz, ahogy a mondó tartja, úgyhogy nem is húznám tovább az időt, hanem kezdjünk bele. Mit is szerettem? Ja, igen, beszerettem volna programozni nekik, programozni idézőjelbe ezt a Okatos Recitalt. Méghozzá úgy, hogy előjük először ugye ezt. Aztán előjük ezt. Aztán előjük ezt. És végül ugye a Stone Flash-t. Most elvileg ezt mind a hármat eltárolta. Remélem. Hát majd meglátjuk a következő csatánál. Na de menjünk is fel akkor. Aren't the Greybeards expecting some surprise? Honestly, I'm not certain. I've yet to be allowed into the monastery. Perhaps one day. I wish I could make my deliveries more often. Passing through on your way to High Roth. Ennek a Klimák nevezetű fazonnak kéne fölvinnie ellátmányt a szürke szakállasoknak. Úgyhogy megkérdezik, hogy mit vinne. Mostly food supplies like dried fish. Élelmiszert. Szárított halat és sózott húsokat. Amik sokáig frissek maradnak, de most nem tud fölmenni. Cserébe viszont kapnak valami kis. Ja nem kéne kérte semmit. Csak hogy fáj a lába és nem tud 7000 lépcsőt fölmenni, úgyhogy megcsináljuk neki. Okay. Hát akkor menjünk föl is. Induljunk erre az útra. Szép kis mászóka lesz. Egyet azért jó, nem árt tudni, hogy ne próbáljátok meg falat mászni, tehát kövessétek a lépcsőket, mert különben egyrészt eltévedtek, másrészt megfagytok, hogyha ti is falat használtok. Harmadrészt pedig, hát hogy is mondjam, körülbelül lehetetlen. Vannak ilyen kis oltárok útközben, ezeket olvassátok el, hogyha gondoljátok, én már kívülről fújtam őket az elején. Ezek a szürkeszakálosoknak, a szürkeszakálos rendnek a versei. Tulajdonképpen... Ó! Oh. Ó, oh, kica. Na, vele még itt nem találkoztam. Látszik, hogy ez is ide tartozik. Viszont nem lőtte el azokat a varázslatokat, amiket akartam. Szomorú. Lehet azért, hogy már még rajtam voltak. Na, majd most kiderül. Ott van kecske. Ha, jó. Oké, földobja. Azonnal földobja, amint bajba kerülök, és nincs rajtam eléggé a varázslat. De ezt valamiért nem akarta. Hát, na mindegy. Majd beprogramozzuk kicsit nagyobb szinten. Most még annyira nem fontos. Az a lényeg, hogy a varázsló páncélt ezt rám teszi. Egyelőre még jól bírjuk. Ó, itt egy vándor. Egy vadász. Ezt is nyugodtan állítsátok meg a videót, ha szeretnétek elolvasni. Vadászokkal is beszédül lehet elegyedni, legalábbis némelyikkel. Valamelyik viszont annyira meditál a táblákon, hogy nem lehet őket zavarni. Viszont pont jókor jöttem, ugyanis nézzétek milyen tiszta az idő. Ó! Oh. Aha, rám dobja a pajzsot, meg rám dobta a néma lépteket. Úgyhogy... Ez így egyelőre meg is felel nekem. Az a ki ez, aki megtámadott minket? Egy Frost Wrath. Vagy Ice Wrath, hogyha jobban tetszik. Lássuk csak, hogy mit kezdesz az elementállammal. Ó! Oh! Úgy látszik, kicsit táposabb vagyok, mint gondoltam. Nagyon ritka és drága alkimia elemet lehet.
Aha, itt van még egy, lehet belőlük szedni. Ó! Oh! Farkas! BOOM! Ez nagyon szép volt, pont ugrás közben melkason lőni. Á, az egényke. Ritka a bundája, úgyhogy ezekből a hófarkas, meg a jeges medve, meg az ilyeneknek a bundájából lehet ezeket a fehér bundákat létrehozni. Leölt egy kecskét. Hát, ne vesszen kárba a kaja meg a bőre. Very cold. Úristen, már most hideg van. Nézzük csak, hogy tehetünk-e valamit ez ellen. Frost, igazából ez csak a sebzést viszi lejjebb, úgyhogy ezt egyelőre nem fogjuk használni. És miért vagyok vizes? Miért fázok ennyire, mert vizes vagyok. Remélem nem halok meg. És az is lehet, hogy kihagytunk egy táblát. Mindegy. Nem, harmadik jó, akkor nem hagytunk ki táblát. Egyszerűen csak állítsátok meg a videót, hogyha el akarjátok olvasni. Valami jön. Ott, Frost Rat, megint. Jó, egyelőre ott marad, úgyhogy nem pazarlom rá az időt. Futok tovább. De le van hűve a levegő. Ajajaj. Hát végül is hegyet mászunk, úgyhogy nem tudom miért csodálkozok ezen ennyire. Jó lenne, ha lenne valami meleg tea, vagy nem tudom valami ehhez hasonló a játékban, amivel zsászat után fölmelegednénk. Habár kaja van. Nem tudom, hogy van-e nekem ilyen. Talán ez. Ami kicsit fölmelegíthet. Hát megfagyni még nem fogunk, szerencsére. Viszont nem is szeretnék nagyon lelassítani. Ez meg itt egy szál tangába ücsörög a tábla előtt. Négyes. Oké, figyelünk a farkasokra az úton fölfelé. Bár a farkasok a legkisebb problémánk az úton fölfelé, ugyanis... Hát ugye vannak ezek az ice ratek is, és ha jól emlékszem, itt nem sokára találkozom majd egy igen kellemetlen ellenféllel. Úgyhogy mentek egyet. Igazából... Nekem könnyebb elbánni vele, mint ha mondjuk harcossal lennék. Mert van tüzem. Ugye Frostról... és nem is sebeztem bele keveset. Csak rohadt gyorsan gyógyul. Hát igen, ezen a szinten már végül is annyira nem problémás, de harcossal közel menni hozzá, hát eléggé egyszerás. Szerencsére túl vagyunk rajta. 5. embléma. Nem kötelező őket elolvasni, de én elszoktam. You are freezing? No! Nem akarok megfagyni. Még van időnk mondjuk, de... Jó lenne már... és ilyenkor lassabban is megyek? Oh my god, megnézzük, hogy használ az a leves valamit. Well stated, oké, addig ez szép és jó. Nem igazán tűnik úgy, mintha melegednék tőle. Nem tudom, mitől maradt volna meleg a zsebembe. Már a kép is kezd összemosódni. 6. embléme. Sokára viszont felérünk, úgyhogy túl leszünk a nehezén. Remélem, illetve remélem jól emlékszem, és túl leszünk a nehezén. Gyerünk, Astronark, melegíts föl! Egy Astronark. Gyerünk, gyerünk! Tovaki, ne add föl! Hogyha már tudjuk, hogy most hát, hogyha már jártunk kettő ide fönt, akkor majd jöhetünk lóval, és akkor fast travel-lel nem kell újra megmászni ezt az egészt. Logikus is, hogy lovon hamarabb fölér az ember, mert ugye a lépcsőket simán lehet követni pacival, semmi nehézséget nem okoz, de még nem voltunk ide fönt, úgyhogy addig nem nagyon tudunk. Sietni kéne. Beérni gyorsan, azt megmelegszünk majd ott egy tűznél. Úristen, a staminám az így folyik elfelé. Gyorsan elintézzük a adomány lerakatát. Viszont látjátok, nem vagyok túl meleg ruhákba. Egyedül egy köpeny van rajtam, és mégis föl lehet jönni. Úgyhogy nem nehezíti meg túlságosan a helyzetet a Frostfall. Csak éppen annyira, hogy figyelni kelljen ezekre a dolgokra. Itt van az adományozó ládika. Ebbe szépen beledobjuk a csomagot, amit hoztunk. Méghozzá itt van az, hogy... Climax Supplies. Pup. Egy
És majd ha visszatérünk, akkor elmondhatjuk Klimeknek, hogy meghoztuk a szürke szakállóaknak a kaját. Na, megjöttünk. Jaj. És már jönnek is. Srácok. Ó, most kezdünk fölmelegedni. Slow motion walking. So, a Dragonborn appears at this moment in the turning of the age. Válaszoltam a hívásatokra. We will see if you truly have the gift. Show us, Dragonborn. Meg akarják ízlelni a hangomat. Hát jó. Azt mondja, van nekünk itt egy olyan, hogy... Unrelenting Force. Dragonborn, it is you. Welcome to High Hrothgar. Köszönöm szépen. I am Master Angir. Mester Angir. I speak for the Greybeards. Now, tell me, Dragonborn. Miért jöttem ide? Hát hívtatok. Válaszoltam a hívásotokra, mester. We are honored to welcome a Dragonborn to High Hrothgar. Ah. We will do our best to teach you how to use your gift in fulfillment of your destiny. Megtanítanak, hogy használjam. Ja, mi a küldetésem? Végzetem. Ez rám maradt, hogy felfedezzem. Ők csak az utat mutatják meg, nem pedig az irányt. Bölcsesség, bölcsesség. Tanulni akarok. Van egy velem született képességem, hogy azonnal meg tudom tanulni ezeket a sárkány szavakat, viszont gyakorolnom kell ahhoz, hogy jól tudjam használni őket. Okay. Már az első lépéseket meg is tettem, megtanultam az első szót. Na nézzük, hogy tudok tanulni tovább. When you shout, you speak in the language of dragons. Amikor üvöltök, akkor a sárkányok nyelvét használom, amit a sárkány vérem ad, tesz lehetővé. És minden egyes kiáltás három szóból áll. Minden egyes szóval, amit megtanulok, erősebbé válik az a kiáltás. Einárt mester pedig meg fogja tanítani a Fuchsnak a következő szótagát, a Rót. A róba egyensúlyt jelent a sárkány nyelv, sárkány nyelvén. Fusszal kombinálva, az erővel kombinálva. Erősebben jön elő a... Élesebben jön elő a... jelentés. Fuss, ró. Oké. Értem. És megtanultuk a második szót. Már meg is tanultuk. Megtanulni a szót csak az első lépés, ahhoz, hogy kinyissuk az erejét, meg kell érteni a jelentését, amit gyakorlattal lehet elérni, legalábbis ők. Én viszont avval is el tudom érni azt a tanulási folyamat tetejét, hogy, hogy elnyelem a levágott sárkányok lelkét. De most én átmester betekintés nyer az ő értelmezésébe, a Ró értelmezésébe, ezért azonnal feloldja nekünk ezt a szót. Majdnem úgy is néz ki, hogy elnyelnénk is elmerőleket. Nos, most megint ki van jelölve az Unrelenting Force. Most csak szimplán nyomba kell tartunk, hogy erősebb legyen. A kiáltás. Lydia, gyere kicsit félre. Használjuk az Unrelenting Force kiáltást a célponton. Ő a célpont. Így erősebb lesz a kiáltás, tök jó. Már csak egy szó kell az Unrelenting Force-hoz, és akkor meg van tanulva mind a három. Na? Még egyszer. Hát akkor gyakoroljunk. Jéj! Na még egyszer. Na, gyerünk, célpontot! Gyorsan tanulunk, na még egyszer. Szuper! Impressive. Your thumb is precise. You
Köszönöm szépen. És most... Ó, Bori mestert kell követnünk a hátsó kertbe. Mutat nekünk egy újabb szót. Illetve folytatjuk a tanulást. Kis fénygyújtók, ha nem bánjátok öregek. Én nekem nem szokott hozzászólnom ehhez a sötéthez. Jól néz ki a köpenyük. Kimegyünk újra hidegbe gyakorolni, mint egy igazi kung fu mester. Jöttek? Oké. Okay. Be kell szereznem egy meleg kacukát. Na. Na most meglátjuk, hogy tanulok meg egy teljesen új kiáltást. Megtanítja nekem Bori a Wood szót, ami forgószelet jelent. Oh. Hallanom kell a szót magamban, mielőtt kiáltom egy shout-től. Oké, ez gyors volt. Közben ittunk egyet. És megtanítja az ő értelmezését a Wooddal kapcsolatban. Kire? Beillesztjük ezt is a repertoárunkba. Wood. Whirlwind Sprint. Ó, ez egy mozgás segítő shout lesz. És mindjárt be is gyakorolhatjuk. Wolfgar megmutatja, hogy hogy kell használni ezt a kiáltást. Érdekes egyébként észrevettétek, hogy nem minden szót tanít ugyanaz az ember. Ez valószínűleg azért lehetne nekik nagyobb erőkifejtésbe telik használni ezeket. Tehát lehet, hogy kifáradnak egy-két kiáltás után. Hiszen az életeszenciájukat kiáltják ki ilyenkor az emberkék. Na. Wow! Ho-ho-ho! Yay! Király volt. Ez egy nagyobb terepek átidalására lesz lenyűgöző. Már most lenyűgöztem őket, túl gyorsan tanulok számukra. Nekik évekbe telik megtanulni egy-egy ilyen üvöltés, nekem azonnal megy. Köszönöm, mi a következő lépés? Az utolsó próbatétel áll előttem. El kell hoznom Jürgen Windcullernek a kürtjét. Jürgen Windculler volt a szürke szakállásoknak az alapítója. Ustengrafban van a kürt elrejtve. Hogyha igaz maradok a hitünkhöz, vagyis a Way of the Voice-hoz, akkor sikerrel fog járni. Meg is kérdezhetném, hogy ki volt, de mivel ezeket már láttam, ezért nem foglak titeket untatni vele. Oké. Okay. Nagyon jó. Unrelenting Force-on maradunk. És akkor visszautazunk szépen. Kicsit szétnézünk ide bent. Méghozzá azért, hogy hát ha van valami, amit elvihetünk ingyen. Már csak nem azért, hogy kiraboljam őket, hanem azért, hogy... hát ha van valami olvasnivaló, vagy valami... olyasmi, aminek hasznát vehetjük a további utazásunkon. És ráadásul meleg is van itt. Nézzük. The Dragon War. Semmi, pedig elég drága a könyv. Onnan lehet megtudni, hogy egy könyv jó-e valamire, hogy elég drága. Tehát ha valamiért drága a könyv, akkor ez valószínűleg tanít nekik valamit. Általában. Aztán nem mindig igaz. Ez az állítás. Hát egyelőre itt nincs semmi. Elnézzünk a másik szárny felé is. Amúgy próbáltatok már megszólítani a szürke szakállasokat? Ja, az pont az, aki tud beszélni, de van, aki nem tud. Ojjaj! Elloptam valamit. Nem akartam. Bocsánat. Életlen volt. Nem tudtam, hogy ez lopásnak számít. Kérlek, ne bántsatok. Hú, de megfagytam. Fölengednétek végre?
Bocsánat. Elnézést. Bocsánat. Oké, okay, megértettem. Nem szabad mohát lopni a falról. Ah, please. Meddig maradok így megfagyva, atyaik? Ah, komolyan. Elmúlt már a balhé? Halló? Ne! Jesus Christ! Oké, okay, felolvadtam. Ne! Baszki! Na, oh, Istenem. Ezt nem hiszem el. Oké, okay, nem sokára visszatérek. Na, itt vagyunk újra. Véletlenül loptam egy mohát, nem volt szándékos. Nem tudtam, hogy ez most lopásnak fog számítani, úgyhogy most egyelőre béké hagyjuk azt a mohát ott. Ugyanott vagyok, ahol előbb voltam, csak visszajöttünk ugye kintről a gyakorlásról. Megvan a wood, meg a minden. Nem volt direkt. Azt hittem, hogy azt is el lehet vinni, nem tudtam, hogy ennyire molcosak lesznek a lenyúlok egy mohát. De úgy látszik, hogy még nem vihetek el tőlük semmit, úgyhogy nem is nézegetek tovább itt, és nem is húznám tovább ezzel az időt. Hanem egyszerűen csak... megyünk tovább. A könyveket elolvasni elszabad, de eltenni még nem tehetek el semmit. Aha, jó. Akkor majd visszajövünk, hogyha teljesítettük az utolsó próbájukat. És akkor talán nem fognak kicsinálni egyébként. Tök érdekes, mikor beszélt hozzájuk. Nem beszélnek. Mert túl erős a hangjuk ahhoz, hogy megálljak előttük, miközben beszélnek. Na majd meglátjuk azt, kinek erős a hangja. ezzel meg vagyunk. Úgyhogy akkor lóra ülünk szerintem. Ölé. Remélem föl tudsz. Hopp, itt meg is jöttek a pajtások. Ez az. Gyere, pacim. Na, és akkor nézzük csak, hogy merre megyünk. Küldetésünk az ide szól. És ez a Ustengrav, vagy Ustengrav, jól mondtam, oké. Okay. Elég közel van Morthalhoz. Morthal pedig utaztatható, tehát akkor eljövünk Whiterunba. Méghozzá egy gyors lovaglásos üzemmódba. És megoldjuk a cuccainkat a kereskedőkkel, meg az ilyesmikkel. Már rég voltunk kereskedők, úgyhogy biztos van nálunk egy csomó felesleges cucc. És úgy látszik, hogy jó, későn érkeztünk. Úgyhogy leszállunk, gyorsan megtöltjük a kancsunk. Á, majd odabent. Kis fény gyújtunk, hogy lássunk is valamit. Sajnos későn érkeztünk, úgyhogy megint nem fogjuk tudni a kereskedőkkel megbeszélni az ügyes bajos dolgainkat. Ha csak idekint nincsenek a kacsit kereskedők, tudjátok, akik vándorolnak, azok a macskák, macskaféle emberek. De ahogy én nézem, nem nincsenek itt. Akkor még talán be tudunk surranni a boltokba, hogy néhány... Ó, nyitva maradt a kapu, néhány üzemet folytassunk. Jó lenne feltölteni a készleteinket. Ha más nem, akkor legalább manapot itt vennék, mert abból elég gyére nálunk. És a kis potikat lassan el lehet adogatni, tehát a... Oh-oh! Ti kik vagytok? You there. Oh. You're the one they call Dragonborn. Igen, sárkányszülöttnek hívnak. Úgy látszik, hogy a szürke szokások ezt gondolják. Then it is too late. The lie has already taken root in the hearts of. Hazugság? Nem hinném. So we shall expose to them the falseness in their hearts by tearing out yours. Megtévesztő? Mi a bajotok vele? Lord Mirak. All shall bear witness. None shall stand to oppose him. Oh-oh. Oké, okay, akkor ellenfelek vagytok, ami pedig azt jelenti, hogy. Oh, wow. Ja. Öcsi vagyok. Manázol! Kasztosz! Nem szégyeled magad! Puff!
Nem vagyok én megtévesztő, öcsém. Én vagyok az igazi Dragon Ball. Cultist Mask, Cultist Robes. Cultist Orders? Na, itt van az utasításaik. Hey, miért? Stop right here. Ott van a harcos, még nyomatja. Ó, 40 gold, jó van, tessék. Ha, azt még bevisznek. Ilyet. De a másik kultista még itt van valahol, azt el kell kapnom. Még mielőtt bárkiben kárt tesz miattam. Hát 40 goldot fizetünk, mert eltaláltuk az kiáltással a... az őrt. Oh. Úgy tűnik, hogy elintézték a másik kultistát. Ez a harmadik kiegészítőből, a Dragonborn kiegészítőből származó ellenfelek voltak, itt a másik kultista egyébként. Azt mondják, hogy megtévesztő vagyok, és hogy azért jöttem, hogy azért jöttek, hogy igazságot szolgáltassanak, és kicsináljanak egy bizonyos Mirák nevezetű illető megbízásából, aki úgy tűnik, hogy egy másik Dragonborn. Hiszen engem hamisnak hívtak. Kíváncsi vagyok, hogy ez hova vezet. Na, hogy csinálják ezt a könyvet, nem tudom. Mire való még. Majd mindjárt kiderül. Ugye a szokásos tudcok, a fehér, meg a barna róka. Bunda. Na. Elolvassuk ezt a könyvet. Megnézzük, hogy mit tanít nekünk. Ah, az is a Cultist Orders. Oké, szálljatok föl a hajóra a Northern Mainer, ami a Raven Rocknál dokkol, menjetek Windhelmbe, és kezdjétek el a keresést, öljétek meg a hamis Dragonbornt, és... Hastur? Még a nevem is oda van írva. Mielőtt elmegyek Solstheimbe. És térjetek vissza sikertek hírével, vagy Mirák nem lesz túlságosan boldog. Oké. Ez pedig egy Taylorin könyv, amit most csináltunk. Hát jó. Tehát, megbízták ezt a két köcsögöt, hogy jöjjön ide és intézzen el. És itt nem lehet újra tölteni. Jó, mindig itt ez a gyermek. Ó, te jel! Ez pedig a... egy hamu kupac. Hát jó. Tehát már most valaki nem szeret minket, pedig még nem is vagyunk túlságosan erős sárkány szülöttek. És ennek én kifejezetten nem nagyon tudok örülni. Tehát ez van, ha az ember híres. Ó, tiszta vérfal. Jesus. Viszont a kereskedőt megint lekéstük, úgyhogy szerintem választunk egy új küldetést. Nagyon sok felé szertágazik már. Kérdezősködhetnénk a Downguardról, kérdezősködhetnénk erről a másik Dragonbornról. Nézzük is, mennyi küldetésünk van Dragonborn. Solstheimbe kell utaznunk, az egyik küldetés. Van a Jürgen Windcaller-es cucc, amikor vissza kell hoznunk a kürtöt. Van a Downguardos cucc, meg van egy csómiszk. És Klimekhez nem vittük vissza a hírt, hogy megvittük a kaját, úgyhogy azt majd elintézzük máskor. Hú! A legkézenfekvőnek azt tűnik, hogy visszahozzuk a kürtöt, úgyhogy nem késlekedek, hanem fölpattanok a szekére, és már is elvitetem magunkat Morthalba, és Morthalból át fogunk tudni lovagolni a mocsáron egészen a Ustengrávig. Jól emlékszem, úgy hívták ezt a robot, úgyhogy tesókám. Igen, el szeretnék megint kérjeckedni tőled, méghozzá Morthalba. 50 arany! Ó, te drága! Drága gyermek vagy, anyukád mondta? És nem szedtünk vizet a kancsónkba. Na de nem baj, Morthal közelében azt hiszem elég sok víz van. Oké. Okay. Na nézzünk szét. Jó, és éhesek is vagyunk, úgyhogy... benyomunk valami. Oké, ennyi elegendő lesz egyelőre. Úgy van, mi fennforgás van.
What's the Jarl going to do about it? How are we supposed to feel safe in our own? Mi történik itt? Please, enough already. I have told Ygritte of your concerns. She'll look after you all. Please, go about your business. We've no need for wizards in our midst. Wizards? Mi a bajotok a varázslókkal? It's no use. Mi a bajotok a varázslókkal? Most komolyan. Errefelé nagyon nem szeretik őket. Itt nem engedi megtölteni, az a baj, hogy az állóvíz szerintem. You are new to Mortho. Igen, új vagyok. Not spoken before. This is interesting. Annyira nem is érdekes, csak egy jövőmenő emberke vagyok, aki áthalad. Hideg és mocsaras vidék, nem tetszik túlságosan. Nem túl barátságos a környék. Szarvas. Kecske. Jól láttam. Mindenfelé. Alkimia alapanyagok. Dead Bell. Az egy halálos mérget tartalmazó virág. Sok méregnek az alapanyaga. Ez is valami alkimia alapanyag, valami gombaszerű. Jéggel bír, oké. Ahó. Pont jókor valamik megtámadtak minket. Nézzük a körmeikre. Azokat még... Hát semmit nem látok. Ah, pókok. Jó, oké. Hasztul, lő, gól. Három is volt, csak az elementál el intézett egyet, mielőtt nézve kaptam, már pedig ezért is érdemes mindig megidézett lénnyel mászkálni. Mert még azelőtt célba lő, mielőtt én észrevenném, hogy mi lő rám, vagy mi támadott meg. Hú, Szent János bogár. Ha nem akarunk vizesek lenni, egész egyszerűen csak... Haha! Király. Lassan közeledünk egyébként Ustengráfhoz. Aha, majd az ellenfeleinkhez. Kik vagytok? Hogy nekromanta. Meg a hullái. Bandita, nem is? Azt hittem ezek hullák, de úgy látszik, hogy csak banditák. Oké, viszont itt volt valahol a nekromanta is. Novice nekromancer, így van. Sok rezisztans. Pia. Ez pedig itt mi ez? Vas. Király, mindig érdemes megállni kicsit bányászni. Főleg, hogyha rubin van a nyersanyag lelőhelyen. Okidoki. Már nem bántam meg, hogy megálltam. Azt hiszem, ez itt Ustengráv. Ott van egy kis tábortűz. You feel chilly. Ezt gyorsan orvosoljuk a helyzetet. Viszont úgy látszik, hogy nem leszünk egy... Aha, nincsen felettünk semmi, ami védni minket a hidegtől, ezért csak szinten tart minket a meleg, nem pedig melegít, úgyhogy nincs értelme tovább fölötte állni. Fjúr. Szerintem. Oké, hát akkor haladjunk is lejjebb. Ott talán legalább... Wow! Jó, ez most egy kicsit funny volt. Nézzünk szét. Újabb bandita. Hát gyerekek, aki nagyon szétkente a szátokat itt. Szöldalma. Szöldalma. Skuma? Értem már. Kicsit szétcsaptátok magatokat és csúnya vége lett a dolognak. Na lássuk. Orkis cucc. Rendben. Zöldalma. Semmi érdemleges. Hát akkor haladjunk szépen. Megérkeztünk Ustengráfba. Kíváncsian várom, mi vár itt ránk. Ez az utolsó próba, úgyhogy igazából ez a...
Dragon Ballnál altás, ez nem egy túl nehéz dolog. Banditák mindenütt. Csontok mindenütt. Kellemes. Viszont úgy látszik, hogy itt elég sok a nekromanta. Villámokat veszünk elő. Ha? Az igen, egy lövésből. Az ott a hullája? Jó, ja igen, egyébként ha kicsinálod a nekromantát, akkor a hullája, amit fölélesztett, az azonnal megfekszik. Így nem lesz veletek, gond, minél nekromantára menjetek. Italok. Mondom, italok. Giblness. Ó, az izé, kereskedő poti. A speechcraftot nyomatja föl, azt hiszem. Jól emlékszem, bár ilyen italokat nem igazán használtam sose. Egy hulla. Minden gold sokat számít. Glow dust. Az is egy jó ritka nyersanyag. Dragon's Tongue, ebből van elég, de azért szedünk még föl. Kenyérke. Tök. Semmi extra könyv. Kincses láda, kis aranya. Egy ekkora ládába ilyen kevés aranyat beletenni, legalább 500-nak kéne menni. Giant Stone. Mondtam, az a ritka tudsz, amivel jó kis drága italt lehet keverni. Ez Bandit Highwayman. Blue. Köpennyel. Csontkupacok. Hát akkor haladjunk tovább. Maradunk villámon. Újabb halott nekromanta. Conjurer. Malvizir Gauntlet. Ó! Oh. Magam, mint egy ilyen Darth Vader-es szorítást képzeljétek el, magam előtt tartom a levegőbe telekinetikus módon az ellenfelet. 10 másodpercig, vagy amíg meg nem hal. És a célpontnak a mágikus ellenállása ilyenkor 50%-kal csökken. Ez tök jó, mert bal kézzel tartom a célpontot, jobb kézzel meg addig lövöm. Lássuk, mi van itt. Fire Mage Apprentice. Ó, itt meg egy hulla. Volt hulla. Úgy látszik, nem csak... Ó! Hey. Lydia, ne hagyj ki a munkából. Új, hogy... Hoppá, láttátok ezt az effektet? Ezt okozta a Dawnbreaker card, ami nálam, amit mondtam, fölrobbantotta. Az igen, szép volt, hogy... Szeretem azt a fegyvert. Familiar stuff. Eladjuk. Eladunk mindent. Igen. Mennyi hulla. Itt volt a Fire Mage. Nézzük, mi van nála. Meg familiar stuff. Oké. A staffokkal csak az a bajom, hogy nehezek. Tehát összegyűjteni sokat nem igazán lehet belőlük. Na, itt mentünk egyet. Itt egy kis... mi ez? Blackbyre Mead. Ez egy híres sörebb a játékban. Vagy mi, nem is tudom minek. Ezzel meglátjuk, hogy okoz-e nekünk valami jó dolgot. Meg egy boros palack, hol láttam? Alto wine. Ó, méghozzá jó féle bor. Megisszuk, mert szomjasak vagyunk. Még mindig nem sikerült összeszedni a üdítőt magunknak. Ezek ilyen idéző pedesztálok, ezeket óvatosan kell velük közlekedni, mert automatikusan tüzet nyitnak ránk, hogyha még benne van egy lélekkristály. Például ebbe. Ó, ebbe sincs. Ja, valószínűleg a robbanás, amit Lydia kardja okozott, kimozdította belőle a lélekköröket, és valahogy itt hevernek szerte szét. Ó, looting orgia! Yay! Empty. Életerőital is kis gold. Szépen, szisztematikusan haladunk, nehogy elhagyjunk bármit is. Empty. Életerő. Ez az ajtó így gyanús nekem. Oké. Okay. Ezt tudod, hogy az anyám számít nekünk.
Jó, ez volt az egyik szoba. Láttam a másik irányba is valamit. Tönkrement kövek mindenütt, vagy kövek, könyvek. Hú, yeah. Még egy kis looting orgia. Semmi. Ezek üresek. Silver, ametiszt, gyűrű. Hogy elszálltak a cuccok Lidiának a robbantásától. Mystery of Talara, ezt gyógyítást tanítana nekünk, de már tudjuk úgy, hogy ezt most nem mutat nekünk semmi újdonságot. Gold. Gold. Üres. Na, üres. És gold. És gold. És a változatosság kedvéért egy kis gold. Ez a szoba is kész. Mehetünk tovább. Jó, itt nincs semmi. Ugye onnan jöttünk. Ott egy poti a földön. Jó lenne már megszerezni a telekinézis varázslatot, mert szerettem oda ráncigatni magamhoz a cuccokat, mint valami kerge Jedi. Így csináljuk, hogy tovább tartson. Szeretem ezeket a spelleket, jól néznek ki. Na de merre menjünk tovább? Erre föl, vagy arra le? Először nézzük meg, mi van ide lent. Hát, szűkös tér, azon kívül nem sok. Egy újabb ajtó. Ó! Rejtek ajtó. Szeretem az ilyet. Az ott egy pénz. Ó, pénz! Ó, pénz! Ó, pénz! Ó, ott is egy. És itt egy kard. Ancient North Greatsword. Hol néz ki? Ó. Ó, rejtett kincses szoba. Csapda? Nem látok. Elven Shield. Ez egy elf pajzs. Dubin is. Oh. Lydia? Kell egy pajzs? Na. Azt elteszem tőled. És adok neked egy olyat, hogy... Hogy... Dwarven Bow, Dwarven Arrow, Iron Arrow. És kapsz egy olyat, hogy... Ja, persze, hülye vagyok, hát páncéloknál van a pajzs. Hülye vagyok. Valahol. Na de hol? Elven Shield ott van. Köszi. Elvileg át kell, hogy váltsa. Ja? Majd ha akarja, átvágy. Fajn kis rejtett szoba volt ez, ezért érdemes mindig átvizsgálni a dolgokat. Hát, ha találtok valami érdekes dolgot. Erre megyünk tovább. Aha. És már jönnek is a jól megszokott hullák. Ezekkel a tűzgolyókkal viszonylag könnyű elintézni őket. Kellett nekem megszokott. És még sérült is tőle. És kita eltántorítottam, és így talán nagyobbat sebezhettem bele. Király. Néha beakad a mágia, és nem akar működni. Nem tudom, mi lehet ez a probléma. Lehet, hogy keresek majd rá valami patchet. Néhány másodperc az egész mindössze, de... zavaró tud lenni, mikor szorult a helyzet. Jó, itt nincs semmi. Ouch! Fejbe vert a csont. Ott egy sisak. Arra megyünk tovább. Completely warm. Fölmelegettünk. Ja, itt fönt vagyunk most. Aha. Jó, de nekem a másik oldalra kell mennem. Ó! Poti, poti, chest.
Scroll of Fingers of the Mountain! Nem tudjátok, miért ülök ennek annyira, vagy lehet, hogy játszottatok az Oblivionnal, és azért tudjátok, ez egy nagyon speckó varázslat volt, amit ott meg lehetett szerezni. Nem így működött, mint ahogy itt írja, de ez a Fingers of the Mountain, ez kifejezetten az Oblivionban volt benne. Imádtam. Imádom ezeket a kis kikacsintásokat. Egyébként azt csinálja, hogy elektrifikálja a közeli ellenfeleket 30 másodpercig, és amikor elüti őket ez az elektromos varázslat, beléjük csap egy villám 120 sebzéssel, és a felét még magicába, vagy a manába is belesebzi, de csak kívül használható. Kurva jó! Apropó. Gidia. Találtam neked egy sabit. Méghozzá. Sapi. Nem az Iron Helmet-et akartam neked adni, hanem Steel-t. Így van. Add csak vissza azt az Iron Szutykot. Azt hittem, hogy neki equippeli, nem nekem. Oh, Jesus. Visszaadjuk. Vagy köszi. Brutálisan festes csajszi. Na, de menjünk is tovább. Nagyon komoly. Fingers of the Mountain. Kis nosztalgikus érzés. Nagyon tetszenek ezek a kis norvég mintaszerű dolgok. Kis gold. És megyünk a mélységekbe. Astengrav Depths. És volt egy level up-unk, jól látom? Szuper. Gyorsan el is költjük ezeket a dolgokat. Magicka, of course. Mi legyen a következő? Gyűjteni kéne, hogy egyszerre ki tudjam húzni ezeket, de az 2-4-6 pont lenne. Annyit biztos nem fog tudni összeszedni. Bound Weapon az nekünk nem kell. Conjuration Dual Casting. Oké. Azért megfontolandó, hogy ne nyomjak erre, mert... én erre hajtok itt a végén, hogy kettő Atronarchom vagy zombim lehet, és valamelyik véglegesíti őket. Ja nem! Az maga a varázslat lesz olyan, hogy megidézel egy lényt, és az végig veled maradt, tehát igazából a dual casting az annyira nem fontos. De haladjunk is szépen tovább. Wow. Látvány, hegyek. Még sokat nem látszik, sok minden nem látszik a köttől, de jól nézett ki. Pedig nektek még jobban látható, mint nekem a kis utólagos videó munka után. Na, így már oké. Azt a vagy. Hoppá. Média. Hopp! No. Én nem kérek abból a nyilvesszőből, köszönöm. Lydia, hopp, el is intézte nekünk Lydia. Corundium Septim, oké. Itt nincs már semmi, jól látom. Hát akkor haladjunk lefelé. Ouch! Fuck, elfelejtettem a nyomó mezőket. Lydia éppen rajta áll. Na mindegy. Hopp, ellenfél. Lydia, gyere már le onnan. Ne légy olyan hülye, mint én. Oké, béna vagyok. Hát akkor... jump off. Úgy. Leander, skill hide. Oké, barátocskám. Ugye a kicsit elkéstél, ez már ideje az előtted. Elvileg. Oké. Jelenleg semmi érdemlegeset nem látok itt. Magic Potion, nagyon jó. Pedig, mintha úgy emlékeztem volna, itt valahol van egy könyv. Víz. Itt a másik cucc, ami a
óriás lábújjal együtt összekeverve jó dolgot ad. Életerőpoti. Még egy életerőpoti. Ja igen, itt jöttem volna körbe, jó, akkor csak egyenest kell menni. Azért nem ártott szétnézni, de erre kell jönni. Most már tudom. És akkor így keresztbe, mert így van. Szuper. Itt van a beomlott járat, ahol jöhettünk volna egyenest, hogyha tudtunk volna. Everybody. Oké. Okay. Lydia, ne menj bele a tűzbe. Köszönöm. Szörny, menj bele a tűzbe. Köszönöm. Ezt már szeretem, mikor minden összejön úgy, ahogy én akarom. Oké. Okay. Elvileg itt van valahol egy... Aha. Valahol kinyitott egy... Oh, yes! Okay. Enchanting table! Enchanted dough, ez jó tudsz. Na, hűrítjük, majd legfeljebb kidobáljuk később. Hol kis tecső? Oké, okay, oké. Okay. Véget könyvek. Nézzük, mit tudunk szétbontani. Oh my god, sok mindent. Törpcsukát, torporos baltát, az archeris kesztyűt. És majd ezt az utcát is. De most még egyelőre ezt viseljük, úgyhogy nem akarok sekkpucéra rohangálni. Ugye onnan jöttünk elvileg. Ja, nem, innen jöttünk föntről. És akkor arra megyünk. Halló? Itt vajon mi van? Troll koponya, ő? Úgy emlékeztem, mintha itt lenne valami drága cucc. Ezek szerint tévedtem. Oké, okay. Semmi gond. Hey, villant kérek. Mentünk egyet, már csak azért is, mert tudom, milyen bénán tudok egyensúlyozni az ilyen helyeken. Azt nézzétek, ott egy kis rejtett dolog. Oké. Okay. Na és itt jön most képbe a jó öreg sárkány szavaink. Oh yeah! Valakik viszont nagyon nem szeretnének minket itt látni. Például az ott. Az enyém jobban fog fájni neked. Anyád! Cheater! Rohadt dög. Pedig mi bejátszott a izét is. Az is ilyen. Na azért mondom. Ezt levetted kokira, barátocskám. Okay. Ide csak ezekkel lehetett volna átjönni, úgyhogy nem hiába mondták az öregek, hogy maradjunk hűek a Way of the Voice-hoz, a hangútjához. Pont nem azt akartam elvenni. Flawless Garnet. Nagyon jó. Ennyi? No! Ah, ott van még egy Soul Gem. Jó. Hát mindegy, ezért is megérte ide feljönni. Yay! Van itt valaki? Ott voltunk ugye bent. Semmi, semmi, semmi. Az igen. Égkövek csak így kicsapva ide az asztalra. Ó, itt egy csapdamező és ráesett a csontváz. Hát
hát ez kellemetlen, de sok. Adikum. Na jó, akkor menjünk tovább. Allé. Onnan jöttünk fentről, itt jöttünk volna le. Lydia, ne legyél már szerencsétlen. Megvizsgáljuk ezt a trónust itt. Egy halott csontváz, egy szeptim. Három szeptim. Még fegyver is volt. Conjurer draw. És egy extreme mana potion. Elvileg oda le. Ó, látjátok mi van ott? Ez a félkör. Újabb sárkány szó vár ránk. Remek. Imádom ezt a jelenetet. Word of power learned, fade, become ethereal. Egy ilyen félszellemmé változunk, miközben ezt elkiáltjuk. Ó, most jön egyébként képbe az egy örökérvényű szabályom. Vízes és ögé, mindig nézzetek be. Tadá! Szia! És viszlát! Még mielőtt felikelnél, hogy harcolj. Egy sima Iron Sword, hát itt jobb szokott lenni pedig. Dwarven Mace, Iron Helmet és Skirmisher Draw. Hát nem egy sok minden, az igaz. De legalább valami. Oké, újra töltöttünk. Lydia, kérlek. Adom az egyik kancsót, hogy ne egyszerre igyam ki. Ezt túl. Először nézzük meg, hogy van-e valami. Dwarven arról, ez már mehet is hozzád. Meg szerettem volna odaadni neked az egyik ilyen oldalskét. Oké, mehetünk is, hogy egy kicsit szétnézünk. Hát, ha van még elrejtve valami. Hát... egyelőre semmit nem láttam. Vagyis hát... ó, a francba. Nézzétek csak. Egy. Na mondjuk. Ja, ez is. Oké. Oké, megérte visszajönni. Szuper jó. Olyan kár, de sokáig tart. Na gyerek. Hát tulajdonképpen visszajöttünk oda, onnan indultunk. Na nem baj, kis ezüstér megérte. Tiszta vér lett a köpenyem. Itt is van valami. Korondium. Hát, ha van benne valami jégkő. Hát egyelőre semmi. Bírom, hogy Lydia folyamatosan néz. Micsoda fenét csinál ez a hülye a barlang kellős közepén? Na jó. Elmegyünk. Hó. Poti. És ládikó. Ha. Ezek a nevetséges mennyiségű aranyak. Mindig megmosolyogtatnak. Ez meg itt egy hulla. Ez a hulla, onnan lehulla. Ha-ha-ha. Na jó, még mielőtt kiég az agyatok a sok idióta szó viccemtől haladjunk. Jó, ez is lehulla. A följárat. Ha nem voltam itt 40-szer, legalább akkor egyszer se, de igen, tévedek. Ez itt a kicsi hely. Akkor arra megyünk az ott a... várjál? Basszus, a izé mögött kell fölmenni. Ne hülyeskedjek, már itt jöttem le. Ott tartunk. Itt az átjáró.
Először szétnézünk ide fent. Semmi. Ez aztán tele volt tömve. Ott van egy gyűrű, ital, meg még arany is. Oké, ezek a kövek reagálnak a sárkányvérünkre, és kinyitják nekünk az ajtókat, csak kicsit gyorsabbnak kell lennünk az átlagnál. Úgyhogy, here we go. Yeah! Király! Szerintem lassan elérünk a kriptának a végére. Okidoki. Látom, mi lesz ez itt. Csapdák. De nem indulnak be. Na majd most. Ouch. Szépen végigugrálunk a szélén. Minden egyes mintázott kő egy csapda, úgyhogy... Itt pedig pókok válnak elintézésre. Úgyhogy besárpsúterkedünk ide. Csak közben rácsúsztam a csapdákra. Fuck you! Csúnya vagy. Ja, hogy ez most halott? Okidoki. Még arany is volt nála, bár nem tudom minek. Valakit ott hagytunk viszont, mármint valamilyen ellenfeled, de most már annyira nem izgat. Hogy újabb átégedős történet. Magic. Flames. Úgy látszik, megjöttünk. Épp itt volt az ideje. Nézd ki. És what the fuck? Mysterious note. Na, hát lássuk. Dragonborn. Szükségem van rá, hogy beszéljek veled sürgősen. Vegyem ki az Attic Room vendégszoba, valami hasonlót, a Sleeping Giant Innbe, Sleeping Giant fogadóba Riverwoodban, és ott fogunk találkozni egy barát. Riverwood, ott jártunk legelőször. Hát akkor a kürt az még nem a miénk ezek szerint. Sajnálatosan. Úgyhogy el kell mennünk majd Riverwoodba ezzel az illetővel találkozni, aki elvitte a kürtöt. Majd mindjárt kiderül, hogy... mi a bánatot akar tőlünk. És miért szenvedett vele, hogy idáig lejöjjön, amikor egyszerűen megkerestett volna. Bár így ment inkább biztosra. Gondolta, hogy el fogok jönni azért a kürtél. De vajon honnan gondolhatta? Elvileg a szürke szakállasok helyezték ide a kürtöt, akkor minek küldenék ide a Dragonborn? Valamit tudhatott a Dragonborn kiképzésről, hogy egyből ide gondolta, hogy fogok jönni. Apprentice Robe of Alteration. Shocksword Steel. Na, akkor itt a ideje, hogy lecseréljük a ruhánkat. Igaz, hogy ez az Alteration varázslatokat olcsósítja, de 75%-os mana visszatöltést ad 50 helyett, úgyhogy már is lecseréltük, és akkor felbonthatjuk majd a másik Fowlis Garnet király másik mágus ruhát. Intrikák és cselszövések. Egyre kacifántosabb a történet, annyi felé ágazik szét, remélem tudjátok követni. Töltőzóna kicsit gyorsabb volt, mint gondoltam.
Ez az alagút meg kacifántosabb, mint gondoltam. Ó, oh, emlékeztek a fönt látott furcsa falra? Szerintem ott lyukadunk ki. Így is van. Ez volt a loot orgia szoba. Nagyon jó. Annál kevesebbet kell fölfelé caplatnunk. Mana már, ha nem tévedek el a sötétbe. De igen. Van térkép, de az se sokkal átlátható, úgyhogy az ösztöneimre hagyatkozom, és jól is teszem, ugyanis itt van az a sok hulla a játék elejéről. És lassan ki is jutunk. Itt voltak a nekrobanták. Zsír. Hát ennyi félt bele a mai epizódba. Remélem élveztétek és tetszett ez a sok minden, ami történt velünk. A következő részben szerintem visszaviszik a kürtöt a szürke szakállasoknak, illetve találkozunk a hölgyel, aki elvitte a kürtöt Riverwoodba, majd elviszik a kürtöt a szürke szakállasokhoz, és közben leadjuk Klimeknél a küldetést, ugyanis kézbesítettük a csomagot, csak elfelejtettük a jutalmat elkérni tőle, úgyhogy ez lesz a következő epizódban, legalábbis az elején, aztán majd meglátjuk, hogy merre visszazudunk. Köszönöm szépen, hogy velem tartottatok, remélem a következő részben is itt lesztek velem. Addig is kitartást kívánok nektek, srácok, és sziasztok!